Kiránduló csoport érkezik a monostori erődbe. A látogatóknak idegenvezető mesél a nevezetességről. Azoknak pedig, akik saját maguk szeretnék felfedezni az építmény titkait, egy okostelefonra kifejlesztett alkalmazás, az úgynevezett túrám segít. Látogatók vagy már otthon letöltik a monostori erőd túrát, ez nyilván reklámértékkel is bír az erőd szempontjából, vagy pedig bármelyik bejáratunknál beérkezve wifi segítségével itt töltik le a túrát, és az ottani térképet követve keresik fel a látnivalókat. A látnivalókról készült leírásokat nem csak elolvashatják, hanem meg is hallgathatják az érdeklődők. Például a legújabb attrakcióról, a felújított kazamatáról, ahol Láthatatlan erőd címmel nyílt kiállítás, amely interaktív módon mutatja be az egykori tüzérség védekező rendszerét. A várfalak között helyezkedik el az árok, amely a támadó csapatokat volt hivatott távol tartani. A katonák a kazamaták lőrésein keresztül tarthatták volna tűz alatt a várárkot. Az alkalmazást egy győri cég fejlesztette ki. Jelenleg több mint 150 túraútvonal, illetve látnivaló szerepel a rendszer adatbázisában, amit a felhasználók maguk is bővíthetnek és megoszthatnak barátaikkal. Ha valaki egy szép helyen járt, akkor a mi alkalmazásunkból direkt be a Facebook oldalára ki tudja tenni, borítóképpel, a túra borítóképével, egy rövid leírással, ezzel a barátait is meg tudja hívni egy-egy túrára, illetve ha egy baráti társaság közös kirándulást tervez, ebben a rendszerben ki tudja keresni, hogy számára egy-egy területen mely túra lehet érdekes, ezt együtt meg tudják nézni, le tudják tölteni és végigjárni azt az adott túrát. A túrán fejlesztői most azon dolgoznak, hogy a rendszerben a monostori erőd mellett más olyan túrák is megjelenjenek, amelyek különböző városokat, múzeumokat mutatnak be az okostelefon segítségével.